Az első fejlesztés az az Együtt testvérként program, ami az iskola közi kapcsolatokat próbálja erősíteni. Próbálunk tanulni azoktól a civilektől, akik önkéntesen a támogatásukkal beléptek a felzárkózás politikába. Számos olyan kisebb programot támogattunk, ahol jól menő iskolák, erős iskolák, vagy éppen kollégiumok partnerként fogadnak hátrányos helyzetű területeken levő iskolákat, és őket látogatják, segítik, közös programokat szerveznek, és úgy gondoltuk, hogy tegyük be ezt az Európai Uniós programba is. Minimum 150 köznevelési intézményt szeretnénk elérni. Ez egy olyan 7-8 ezer diákot jelent. Ezeknek majdnem a fele, mondjuk így, hogy kb. 3 ezer kell, hogy hátrányos helyzetű legyen. A hátrányos helyzet az a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő diákokat jelenti. Az iskolapad újra töltve program, ahol azt szeretnénk, hogy azok a diákok, akik egyébként végzettség nélkül hagynák el az iskolát, azok végzettséghez jussanak, tehát már kikerültek a tanköteles korból, 16 éves kor fölött, azoknak adjunk egy olyan esélyt, hogy még végzettséghez tudjanak jutni. Az a célunk, hogy ebben a programban legalább 30% a roma származású legyen a diákoknak, ez a másik program. És a harmadik program pedig úgy hangzik, hogy lépj egy fokkal feljebb. Az előző program azt támogatja, hogy visszatérjenek az oktatásba, a szakképzésbe, a végzettség megszerzésébe a diákok, ez pedig az, hogy benne maradjanak, tehát hogy a hátrányos helyzetűek el tudjanak jutni középfokú oktatási intézménybe, szakmához tudjanak jutni, vagy hogyha középfokú intézménybe járjanak, akkor el tudjanak jutni az egyetemre. 3-4 éves megvalósítási ideje van ennek a programnak, 12 ezer diákot szeretnénk ezzel elérni, ahogy említettem, összesen 8 milliárd ez a három program, az első 3 milliárd, a másik 1,5 milliárd, ez pedig 3,5 milliárd ez a lépj egy fokkal feljebb program.